Szia, Tompa Iva vagyok a Hilvitától. Manapság egyre többen küzdenek a pajzsmirigy gondokkal. Ezért is választottam ezt a témát mára, és hogy hogyan lehet ezt az állapotot természetes módon gyógynövényekkel kezelni. Pajzsmirigy zavar esetén nem csak gyógyszerekhez lehet fordulni. Vannak bizonyos gyógynövények, amelyekkel akár csökkenthető a gyógyszeradagok száma is. Fel is sorolok ezekből néhányat neked most. Vízi peszérce. A vízi peszérce igen hatásosnak bizonyul pajzsmirigy túlműködés esetén. Befolyásolja a jód anyagcserét, valamint a mirigy hormon termelődését is. A gyógynövény értékes összetevőinek köszönhetően nem csupán csak betegségre hat, hanem annak tüneteit, például erős, szaporos szívdobogást, nyugtalanságot és a fokozott izzadást is mérsékli. Ezen kívül a nőgyógyászatban is használják, ugyanis nagyon pozitív hatása van a menstruációs ciklusra, valamint csökkenti az emlőfájdalmat is. Fontos tudni róla azonban, hogy terhesség ide alatt, illetve pajzsmirigy megnagyobbodás esetén nem alkalmazható. Hólyagmoszat. Az algénsavban bővelkedő hólyagmoszat jelentős jódtartalma miatt mérsékli a jódhiány okozta pajzsmirigy alulműködést és a hozzá tartozó golyvát is. Ezen kívül értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal is ellátja a szervezetet. Az anyagcsere serkentő hatása pedig még segít megszabadulni a túlsúlytól is. Érdekesség, hogy Japánban az alacsony pajzsmirigy alulműködést előfordulását ennek a mozzatnak a rendszeres fogyasztásával magyarázzák. Fontos, hogy felmérjük, hogy valóban jódhiány okozza a problémát, ugyanis a jódtöblet ártat a szervezetnek. Zsázsa. A káposztafélék családjába tartozó zsázsa enyhén csípős ízű tormára és mustára hasonlít. Gyógyhatása igen széleskörű, amellett, hogy népszerű afrodiziákum, erősíti a szívet és az immunrendszert, valamint fitoncid tartalmánál fogva baktériumölő és értágító, alvadásgátló hatással is rendelkezik. Pajzsmirigy zavarokra és gyógyírnek számít, ugyanis jódban és szelénben is bővelkedik. Indiai csalán. A pajzsmirigy alulműködés egyik gyakori tünete, hogy normál étvágy mellett is könnyen hízunk. Ezt az anyagcsere folyamatok lelassulása okozza. A délkelet Indiából származó csalán a folyamatokat hivatott kicsit felpörgetni, így segít a fogyásban és hozzájárul a pajzsmirigy hormonok termelődéséhez is. Az indiai gyógyászatban már régóta használják, azonban Magyarországon csak utóbbi néhány évben figyeltek fel jótékony hatásaira. Fontos azonban tudni róla, hogy egyeseknél túlzott aluszékonyságot okozhat. Szúrós gyöngyajak. A szúrós gyöngyajak igen hatásos pajzsmirigy túlműködés esetén, emellett igazán hatásos szíverősítőnek is bizonyult, ugyanis nem csak a hormonzavar okozta szívritmus zavart hivatott megelőzni, de csökkenti is a már kialakult panaszokat. Az ókori Kínában igen kedvelt gyógynövénynek számított, ugyanis úgy tartották, hogy rendszeres fogyasztásával meghosszabbítja az életet. Fontos! Mielőtt bármilyen gyógynövényhez nyúlnál, előtte érdemes szakember javaslatát kikérni. Én nagyon remélem, hogy tudtam neked segíteni, és hogyha tetszett neked ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Köszönöm, hogy megnéztél, szia!